A miniszterelnöki kabinetiroda törvényjavaslata szerint a kormány olyan cégeknek adna jelentős adókedvezményt, amelyek legalább 60%-ban EU-n kívüli vendégmunkásokat alkalmaznak. A magyar kormány tehát már nem csak lehetővé teszi és szervezi a vendégmunkások beáramlását, hanem egyenesen adókedvezménnyel ösztönzi azt. A kormány tehát egyre nehezebb helyzet elé állítja azokat a vállalkozásokat, amelyek magyarokat akarnak foglalkoztatni. Orbán Viktor szerint láthatóan nincs szükség a magyar munkaerőre, ha lehet hozni még olcsóbb munkaerőt is az EU-n kívülről. Az árnyék kormány szerint a magyarok nyílt elárulása, hogy az Orbán rendszer kifejezetten a vendégmunkások alkalmazásához köt egy adókedvezményt, így pedig egyre kevésbé éri meg magyarokat foglalkoztatni. Az árnyék kormány szerint ennek az ellenkezőjét kell csinálni, meg kell tiltani, hogy azért rúghassanak ki valakit a munkahelyéről, hogy aztán egy EU-n kívüli vendégmunkást legyenek fel helyette. Szégyen és gyalázat, hogy a saját hazánkban nem éri meg minket foglalkoztatni, mert Orbán Viktor az EU-n kívüli vendégmunkásokat hozta előnyös helyzetbe a magyar munkavállalókkal szemben. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány azért készült szociáldemokrata fordulatra, hogy ezt megakadályozzuk. Mi, szociáldemokraták, a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben. Milyen kormány az, amely kifejezetten olyan cégeknek akar adókedvezményt adni, amelyek nem az adott ország polgárait foglalkoztatják? Milyen kormány az, amely szabályozással és adókedvezménnyel éri el, hogy ne érje meg az itt élő, itt dolgozó, itt gyermeket nevelő embereket foglalkoztatni? Milyen kormány az, amely azért dolgozik, hogy ne a polgárai jussanak jobb munkahelyhez, hanem azért dolgozik, hogy minél több ember cseréljen le EU-n kívüli alulfizetett vendégmunkásra? Ezekre a kérdésekre csak egy választ van. Ez az Orbán kormány. Az árnyék kormány szerint ennek az ellenkezőjét kell csinálni. Meg kell védeni a magyar munkahelyeket, ehhez pedig meg kell tiltani, hogy azért rúghassanak ki valakit a munkahelyéről, hogy aztán egy EU-n kívüli vendégmunkást vegyenek fel helyette. Szégyen és gyalázat, hogy a saját hazánkban nem éri meg minket foglalkoztatni, mert Orbán Viktor az EU-n kívüli vendégmunkásokat hozta előnyös helyzetbe a magyar munkavállalókkal szemben. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány azért készült szociáldemokrata fordulatra, hogy ezt megakadályozzuk. Mi szociáldemokraták a jól fizetett magyar munkaerőt támogatjuk az alulfizetett vendégmunkával szemben.